Kérnék szépen egy nagy tapsot a Klára Vócsó Egyeskarnak és a Kissek zenekarnak. A műsorhoz előjáróban annyit el kell, hogy mondjak, hogy nagyon régóta készülnek már erre a produkcióra a zenekar, illetve a Vegyeskar tagjai. Egy picike kis történelmi áttekintéssel vezetnénk fel a műsort, kérem, hogy ezt hallgassuk meg. A Magyar Tőzszövetség vezetői a honfoglalás után 100 esztendővel belátták, hogy a lovasnomád magyarságot le kell telepíteni, és nyugat-európai jellegű állammá kell szervezni, különben megsemmisül. Az államszervezéssel együtt járt a feudális gazdasági és társadalmi rend bevezetése, a római ideológiai irányítású kereszténység felvétele és a központi hatalmú királyság intézményének elfogadása. Géza fejedelem előkészítette ezeket a méreható változtatásokat, fia pedig, István, könyörtelen következetességgel végrehajtotta. Neki köszönhető, hogy a magyar nyelvet beszélő magyar nép ma is államba szerveződve él Európában. Mikor István atya halála után 997-ben elfoglalta fejedelmi trónját, meg kellett küzdenie a keresztény hittel és az új társadalmi renddel szemben álló nagybátyjával, Koppány vezérrel. Harcukban Koppány képviselte a régit, a megszokottat, István az újat, a szokatlant. Mikor Koppány megostromolta Géza özvegy feleségének, István anyjának birtokát és várát, Veszprémet, hogy győzelme esetén ősi szokás szerint az özvegy fejedelemnét erőszakkal feleségül vegye, az ifjú István seregével legyőzte Koppányt és holttetemét felnégyeltette. Egy győzelme után királyi koronát kért és kapott a római pápától. 1000. december 25-én királlyá koronázták. István lett a magyarok első királya. Halála után 50 évvel szentté avatták, ezzel az európai kereszténység hőse és példaképe lett. Tisztelete elterjedt az egész akkor ismert keresztény világon. A következőkben a történelmi eseményeket feldolgozó rockopera keresztmetszetét hallhatják a tisztelt nézők, a Klára Vócsó Vegyeskar és a Kissek zenekar feldolgozásában. Köszönöm szépen, jó szórakozást kívánok! Segítsetek! 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 Segítsetek!
én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám, e sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad, e súly alatt. Csillagok nyomán, föld most elhagyott, népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Uram, te jónak láttad felszólítani, szent az akarat, mert így tud. Oh,
pacem Domine, da pacem Domine. Az Úr legyen veletek! Áldott légy, Urunk, Istenünk, Atyánk, aki az eget és a földet alkottad, mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjedsz ki karod, és áraszd áldásod ezekre a kenyerekre, melyet Szent István királyunk, országunk fő védőszentjének ünnepén hoztunk eléd, és add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eledelt és örök életre szóló szent igédet, Krisztus, a mi Urunk által. Te Isten, vedd le vállamról a terhet, miért fordított koppányt ellenem? Árpád vére nem támadhat önmagára, választ őt, s én átadom helyem. Édes fiam, rejtj jobban el, sok víz lefolyt, s még
megtartani. Thank you.
gyenge, pont mennyit ér, ha kár hozott a győzelemre. Ó, jó Uram, adj erőt, hogy elbírjam a terhedet. Törvényeit elfogadtam, de más szolgája nem leszek. Thank you.
akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e az egyházaknak és papjainak védelmezője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarom. Úgy legyen. Ámen. A te akaratodból, minden magyarok királya, és én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, Uram, de nélküled. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Az egész zenekar és a kórus nevében. És hadd mutassam be a zenekart. Az egy 7,5 éves kisfiam a dobnál, Kis Gergely József. Az egyik szóló gitárnál a 11,5 éves kislányom, a Kis Kira Laura. A basszus gitárnál a bátyámnak a kisfia, a 12,5 évesen a Tomi. És a bátyám nagyfia a szoló gitárnál, Kis Tamás. Az egyik hegedűnél a feleségem, Kis Nyírépalvi Andrea, ezt nem mondom hány éves. A furujánál a bátyám, Kis Zsolt. Kisegítőink, Séder Pali a másik hegedűnél. És a Fenyves Völgyi Máté, a billentyű segítség, eltűnt a Máté. Neki is egy naptaszt, köszönjük szépen. A szólistákat kérném előre egy hajlásra, köszönöm. Egy nagy meghajlás mindenki. Köszönjük szépen. További jó szórakozást kívánok, köszönjük szépen! Köszönjük szépen a Klára Vócsa vegyes karnak és a Kisek zenekarnak ezt a fantasztikus produkciót. Még azt szeretném kérni, hogy a legkisebbeket, tehát a gyerkőcök külön még egyszer előre, mert ez annyira ügyesek voltak, hogy még egy meghajlásra menjenek előre a legkisebbek. Egy nagy tapsot nekik, ők a jövő generáció nagy zenészei. Köszönjük szépen! És aki mindezt összehozta, és hitt benne, és hónapokon keresztül gyakorolt, és mindenkit inspirált, a kedves férjem, Gabrieli Kis József. Vége! Köszönjük szépen, és akkor a város nevében kérlek, hogy először a hölgyeket, kérlek, hogy fogadjátok sok szeretettel egy-egy csokrot tőlünk, Köntös Zoltán alpolgármester úrtól. Kórus vezetésnek, illetve most tagnak is köszönjük szépen. És akkor Gabrieli Kis Józsefnek pedig köszönjük szépen a produkciót. Köszönjük szépen!